2014. decemberében jelent meg az új 10.000-es, tavaly decemberben pedig a megújult 20.000-es. A forgalomban lévő összes 20.000 forintosnak immár a 75%-a az az új bankjegyekből áll össze. December 31-éig lehet fizetni a régi, az eddig használt 20.000 forintosokkal, azonban ez a dátum ez nem jelenti ezeknek a bankjegyeknek az elértéktelenedését, mert ezt követően még 3 évig a hitelintézetek és a posták térítésmentesen cserélik be azonos címletű bankjegyekre a régi 20.000 forintosokat. A Nemzeti Bank pedig 20 évig, tehát egészen 2036. december végéig. A Magyar Nemzeti Bank folytatja a korszerű bankjegyek kibocsátását, hiszen megújulnak a 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek. Az örökzöld indoka az ilyen fajta fejlesztéseknek az a hamisítás elleni védelem. Az összes címletet, hogyha figyelembe vesszük a 10.000-estől, a 20.000 forintostól egészen majd a legutolsó 500 forintosig, a többlet költsége ennek a cserének az kb. 3-4 milliárd forint, ami abból adódik, hogy nem csak a forgalomban intenzíven résztvevő bankjegyeket kell ilyenkor vásárolni, hanem a jegybanki készleteket is. Ez jelenti a többlet költséget, hiszen a normál hétköznapokban elkopó, illetve a forgalom bővülés miatt pótlásra szoruló bankjegyeket, azokat egyébként is a jegybank legyártaná, akár van bankjegycsere, akár nincsen bankjegycsere. A bankjegyek megújulása vagy éppen elkopása is gondot okoz néha a kereskedelemben. Itt ugye lekopott a fémszál, és akkor azt hiszik, hogy már ez régi, és nincs forgalomban, vagy átverték esetleg, hogy rosszat kaptak. De én beszoktam cserélni általában, hogyha valaki mondja, mondom, add ide nyugodtan, mert annak semmi baja nincsen. A hamarosan megújuló 2000-es és 5000-esekről egyre többen hallanak. Én ma reggel hallottam a rádióban ezt a hírt. Hát biztos szükség van rá, szakemberek tudják, de előbb-utóbb mindegyik bankjegy elhasználódik, meg eléggé rongyos szokott lenni, úgyhogy szerintem szükségszerű ezeknek a cseréje. A megújított 2000-es és 5000-esekkel 2017 márciusától találkozhatunk. A jelenlegi bankjegyek a megújult változatokkal együtt párhuzamosan jövő év július végéig maradnak a készpénzforgalomban.